február 11-e a betegek világnapja. 1992-ben II. János pápa rendelte el, hogy ezen a napon az emberek megemlékezzenek, és az egyház kifejezze háláját és elismerését mindazoknak, akik életüket szentelték annak, hogy a betegekkel, szenvedőkkel foglalkozzanak. A világnap célja, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését. A világnapon a Szent István Székesegyházban Spányi Antal megyéspüspök koncelebrált misét mutatott be, melynek keretében kiszolgáltatta a betegek kenetének szentségét. A betegek mellett megemlékeztek az orvosokról, a nővérekről és a betegápolókról is. Ezen a világnapon megemlékezünk azokról, akik betegséget, szenvedéseket hordoznak testükben, lelkükben, és a világ minden szenvedőjéért imádkozunk. Természetesen buzdítjuk, bátorítjuk, erősítjük őket, hogy a betegséget, a szenvedést, mint keresztet fogadják, és így viseljék, így kerüljenek közelebb Istenhez Krisztus által. De természetesen azokért is imádkoznunk kell, akik ott állnak a beteg testvér mellett, orvosok, ápolók, segítők, kórházi lelkészi szolgálatban segítkezők, karitász munkatársak és a családtagok. Tovább romlott a levegőminőség. Székesfehérvár levegőjét egészségtelennek minősítették, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb méréseiből. A levegőhigiénés index rendszerének egyébként 4 kategóriája van. Elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. Jelenleg 8 településen veszélyes a légszennyezettség. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap a szeles idő hatására kedvezően alakul a levegőminőség. Kedd reggelre azonban a légkör nyugalma miatt újra feldúsulhatnak a szennyező anyagok. Kocsonyát, kolbászt, sajt különlegességeket, házi réteseket, valamint forralt borokat is kóstolhatnak azok, akik ellátogatnak a Velence Korzóra a hétvégén egészen vasárnap este 7 óráig. A gasztronómia szerelmesei számos ínyenc falat közül válogathatnak majd a Velencei tópartján, ahol első alkalommal rendezték meg a disznótoros és kocsonya fesztivált. A szervezők a kicsikre és nagyokra is egyaránt gondoltak, a legkisebbeket vidámpark és kézműves foglalkozások várják. Rosta László főszervező úgy véli, a magyarok körében mindig népszerűek az ilyen és ehhez hasonló rendezvények. Az itteni tapasztalatunk alapján nagyon Velence Korzót szeretik, közel van Budapesthez, Székesfehérvárhoz, könnyű leugrani. 20 perces autóút vagy vonattal is nagyon könnyen megközelíthető, és hát a minőségi gasztronómiai ételek, magyar ételeket nagyon szeretik a látogatóink. Sorsok és fonalak címmel nyílt kiállítás a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A Fehérvári Kézművesek Egyesülete méltó módon tisztelgett az elmúlt esztendőben elhunyt Hollósi István, a Seregélyesi Tájház létrehozója és gondozója előtt. A Fehérvár megyei Népművészeti Egyesület tagja, hímző, szövő, csipkeverő szakember 1995 óta vezette a Seregélyesi Tájházat. Az általa összegyűjtött és az utókor számára megőrzött tárgyakat most kiállítás formájában tették elérhetővé a közönség számára. Hollósi István seregélyes és a vármegye kézműves népművészeti életének kiemelkedő alakja volt. 2022-ben bekövetkezett haláláig számtalan alkalommal tartott foglalkozásokat a Seregélyesi Tájházban. Népi viselet gyűjteménye több mint 1000 darabból áll, köztük számos különleges viselettel. Mi 2021-ben döntöttünk úgy a egyesületünk szövős tagjaival, hogy szeretnénk ezt a Seregélyesi Tájház szőttes anyagát feldolgozni. És mi elmentünk a tájházba, Pista bácsi engedélyével, az ő segítségével. Sikerült ezeket a szőtteseket lefotóznunk, mindent leírni róla, és tulajdonképpen leltárba vettük. Több mint 170 szőttest leltároztunk így fel. Ennek most egy töredéke látható itt a kiállításon. Jukai Anna a magyar irodalom, a spirituális realizmus nagyasszonya az elmúlt év novemberében lett volna 90 éves. A Szent István Művelődési Házban ráemlékezve országjáró körútján, Juhász Rózsa szerkesztésében és előadásában az író azonos című önéletírása az átvilágítás felidézésével emlékezett, mint egy összegzésként közvetítve Jókai Anna emberi írói életútját. Az előadásban, amelyet filmbejátszás és zene is kísért, megidézte Jókai Anna legfontosabb élethelyzeteit, filozófiai gondolatait, az Istenhitből fakadó, megkérdőjelezhetetlen küldetéstudatának bizonyságait. Az ember most persze saját magamból indulok ki. Ha művészpályát választ, akkor nagyon fontos útmutatást adott az Anna, kapaszkodót, hogy mi a dolgunk. Ahogyan ő rájött arra,
sok ima és könyörgés után, hogy tulajdonképpen rá ébredt arra, hogy tulajdonképpen neki mi is a dolga ezen a világon.